Na szasztok srácok, én Boluka vagyok, és itt vagyunk a következő videóval, Pityuval. Hello! És a mai videóban egy karácsonyi párkűrös mepet fogunk végigjátszani, de igazából, hogy a karácsonyi hangulatot megteremtsük így december 23-án. Legyen egy kis karácsonyfacsere, mert ugye nincs karácsony, Kevin nélkül. Igen srácok, ő itt Kevin, a karácsonyfa. Igaz, hogyha valamit hiányoltok róla, az a tetején a csúcsdísz lehet, mert hogy az még nincs rajta, azt majd 24-én felrakjuk. Na, Pityukám, szerintem kezdjük is el akkor a mappot, ugye Pityu? Yeah. Hol van a parkör? Egy, itt van. Na, csapassuk. Igazából már tudjuk, hogy néz ki a map. Nem játszottuk végig, csak végigflyoltuk az egészet, mert hogy a készítő elcseszte a command blokkokat, és ezért, opa, és ugye ezért így át kellett írnunk az összes command blokkot, mert akkor nem tépésztetett volna el minket a pálya, ami nem lett volna kellemes, úgyhogy az összes command blokkot át kellett írnunk. Amúgy vannak olyan pályák, hogy nézze, amik így logikára épülnek, szóval amúgy nem adja magát, hogy kell kivinni, ha nem gondolkodol rajta. Mi van? Mi a fasz? Majd meglátod, hogy ajándékok össze-vissza, és akkor neked kell kitalálnod, hogy hova kell ugrani. Nagyon, nagyon áll lefiz a map. Na jó, az jó az. Figyelj, nincsenek benne olyan nehéz jumpok, szerintem amúgy fújjó. Én nem tudom felugrani a fenyőfára. Itt például teljesen adja magát, és amúgy Pityukám, én megnyom a gombot, ne haragudj, én végeztem ez vele. Ez nem ér. És akkor megvárjuk Pityut, és akkor jövünk vissza a második stage-el. Hát nem kell megvárni engem, mehet versenynek is engem megvárni. Hát figyelj, hogyha mehet versenynek, akkor mehet versenynek, akkor csináljuk mehet. Gyors. Akkor csináljuk versenybe az egészet. Anyád, itt merre kell menni. Na mindegy, én itt erre elindulok. Biztos, hogy erre kell jönni, mert hát arra nem lehet felugrani. Aha, igen. Erre. Jó. Jó kis pálya, amúgy tök szépen meg van csinálva. Igaz, én azt sajnálom amúgy, hogy most itt tudjuk, hogy jó, én például egyáltalán nem emlékszek arra, hogy hogy néz ki a pálya, mert már nagyon hát egy jó két óra volt, hogy átrúgtuk a command blokkokat, és végül is cuki, szóval ja, jó meg van építve. Na mindegy, parkour. Azért sajnálom, hogy nem a másikat vettük ki, szóval érted, nem a másikat. Melyiket? Játszunk. Parkour kalender? Aha. Igen, Pityu mutatott egy mapot nekem. Az a map, az olyan map volt, amit már Zsidi is megcsinált videóba. És akkor tudod, ne írjátok le azt, hogy Zsidovkopi, úgyhogy ezt megelőzve nem csináltuk meg azt a pályát. Biztos, hogy leírták volna, 100%. 100%. Na srácok, amúgy el szeretném nektek azt mondani, hogy a kettő ünnep között valószínűleg vagy 27-én, vagy 28-án, vadd már meg! Szóval, vagy 27-én, vagy 28-án lesz 24 órás livestream. Szóval, valamikor... Nem hiszem, hogy ezt nem bírom megugrani. Vagy 28, vagy 27, 24-há livestream, tartsatok velem srácok, én várok titeket, lesz benne Minecraft, az nagyon sok lesz benne, illetve éjszaka egy kis Cségó vagy Rocket League, ezt majd eldöntjük, hogy mi legyen éjszaka, úgyhogy, ja. De Minecraft van, az biztos lesz. Van hát, persze, de én megvettem, Pityukám. Ja? Nem hiszem el te. Nem hiszem el amúgy, hogy ezt a fucking jumpot itt nem bírom kivinni. Anyád! Jó? Jó? Igazából srácok, feljött egy építészünk, mert hogy a hamarosan készülő Minecraft szerverünkhöz ugye járnak építészek is a kezdő csomagba, úgyhogy ez az építész szerver, és az építész szerverrel járnak fel playerek, akik építenek. Ki gondolta volna? Én nem gondoltam. Bazd már meg ezt a rohadt jumpot, te szar! Hol elsőre kell kiviszed, anyád is. Anyád sem szeret. Felkurba az meg, karácsony van, azt nem kell idegeskedni, mi? Dehogy nem. Itt kurva. Állandóan idegeskedni kell. Itt csinálni vele. Esküszöm, bazd meg, ez a jump, ez felkur. Nagyon felkur. Nagyon. Pityu, hogy csinálod te? Anyád is átment, átmegyek a piroson, mindjárt bazd meg. Még hogy nem menni fog ez a pálya. Menni fog, látom benne a potenciát. Nagyon fel fog cseszni ez a pálya, már most érzem. De nagyon fel fog cseszni ezek a kurva nyalókák, mindjárt leszopom az összeset. Nagyon felcsesz. Pityu, innen próbáld meg innen magasabb blokkra. De érted most, hogy a faszomba menjek át oda? Hogy? Na nem végre, tudom. jó. Fuss neki, és akkor tarzonozz, hogy I don't know. Jó, ha itt elcsiszem, én letolom a balbokámat. Jó, megvan. Jó, megvan. Gyerekek, kivittük a hármas párkürt. Igaz, három párkür részlet kellett ahhoz, hogy felidegeskedjek. De sikerült. Lehet, hogy igazából nem fogom bevágni, mert karácsony van, de... De mondjuk ezt megjelentem. Karácsonyi, récselős videó. Ja. Happy Holiday. Na merre, várjál. Clickbait cím. Lassan innen is bannolnak.
az. Srácok, az előző videóban rengetegen diszlájkoltátok az egészet, mert nem értettétek, hogy hogy kell, vagy hogy mi ez a clickbait cím. Az volt címnek megadva, bannolták a Szeróról. Igen, Pityu, tényleg lebannolták a Szeróról. Igen, lebannolták. És akkor írja, hogy kamu az egész, nem is látszik, hogy bannolták. Hogyha az egyik barátodat bannolják, azt neked nem jelzi ki. Úgyhogy, igen, az valószínűleg nem volt, nem lehetett benne. Na mindegy, szóval ne idegeskedjetek azon most, hogy ilyen címet mertem megadni ennek a üzének, úgyhogy kérem, köszi. Mert amúgy ez volt az igazság, hogy lebannolták. Tényleg lebannolták Pityut, és magamat raktam be indexképnek, mert nem találtam Pityuról a képet, de hát végülis alapból magamat tettem volna be, mert ugye én vagyok, jelen esetben én vagyok a videós, úgyhogy mondjuk magamat tettem volna indexképnek. Csak én azt nem értem, hogy miért akadnak ki az emberek a clickbaitem. Ezt valahogy én nem tudom felfogni. Na mindegy, de hát hogyha zavart titeket a clickbait, akkor értem. Mindegy, igazából tényleg nem érdekel, úgyhogy merre kéne menni itten, ottan, itten. Nem csak amúgy mi teszünk clickbait neveket, szóval egy csomó másik videós, de rá nem akadnak ki. Ha akartok clickbaitet látni, nézzetek Barnit. Na ott van clickbait, ott nagyon sok clickbait van, de... Meg PewDiePie-t. Ott ja, is a clickbait. Deleting my channel 50 millió. Meg volt egy olyan rész, amikor azt mondta, hogy drogozok. És akkor volt egy, és akkor elmondott benne egy olyat, hogy drogozni fogok, érted? És miért? Akkor ennyi. A Dezső Bence most elvileg csinált egy olyan videót, verekedtem, vagy megvertek, vagy valami ilyesmi, és van videó róla. És akkor elmondta, hogy ez clickbait, így a videó, erről szólt. Ez igen. Hard én még jumpok. Mindig ennél a jumpnál szarakodok, érted? Mindig. Én nem, én már így simán jövök, és már tovább mentem azóta kettőn talán, kettőn vagy egyen, nem tudom pontosan. De itt, ez már itt jó. Az a kis izén nyalókás genyóság, az nagyon felcseszett, az nagyon-nagyon felcseszett. Ez az nagyon genyó, hittem, hogy... Igen, Pityukám, az engem is felcseszett. Na mi ez? Arra kéne menni. Ó, bele kell jumpolni a chimneybe? Chimney mi? Jó, mixik, jó. Gyerekek, az utolsó parkour stage jön, mert hogy 6 parkour van és 2 dropler, ami azt jelenti, hogy 9 perce megy a videó, és már ilyen jól állunk, ez már dropler, akkor ez a parkour, hát present for days. Együnk egy kis kajcsit, but why not? És akkor szerintem erre jöjjünk el, mert itt ilyen faszaintos. Faszaint? Jó, bazmet, jó. Ne, ha most ez is olyan lesz, hogy így fel fog cseszni, de ahogy nézem, nem fog felcseszni. Balázs, a nyalókáson hol van a gomb? Csak hogy tudjam, hova kéne csinálni. A nyalókáson? Hát a végén mész, és a végén van egy ilyen... A egyik nyalóka mögött van egy ilyen... Na, hát a legutolsó nyalóka mögött van ilyen hely, ahova be lehet ugrani, azt igazából ennyi. Szóval jó, király, megvan. Nem egy nagy életbevágási. Kivittem most a másik pályát is 9 perc, vagy 10 perc, ahogy a videó előbb mondtad. Csaltál, Pityu? Csaltál? Nem csaltam. Fogadjunk, hogy csaltál. Tudja, hogy csaltál. Most visszadobott ugyanarra. Az igen, szép volt, Pityu. Pedig a 3-asat nyomtam meg, és visszadobott a nyalókásra. Én így, hát akkor basszus, te majdnem elcsesztem az egészet, pedig csak egy jumpot csesztem, és majdnem leestem a legaljára. Vagy lehet, hogy rosszat de jó, meg. Azt mondja, hogy de jó. Ha, de jó, szeri van, Pityu. Amúgy szerintem tudod, hogy rosszat nyomtál meg, mert engem nem tépésztetett el. Tesó, és... mint appellál, hogy szart nyomtam meg. Hát akkor... Appellál, azt mondja, appellál. De várjál. Most komolyan bebuggoltam ide? Bebuggoltam karácsonykor egy purple bogba, blobba. Jó, kezdjük előről. De jó, gyerekek, de jó. Amúgy így mostanában a videóban mindig a koncentek így előre szoktam dőlni, és így közben tökre így egyenesen kéne ülnöm, de nem ülök egyre sem. Ezt jól megmondtam, barátom, ugye? Itt zavar az, Balázs. 20-16-ban! Ez a Minecraft rutin, hogyha eszel lassabb vagy, és én így próbáltam evés közben így jumpolni. De nekem jól, egykor volt egy olyan hackem. Egykoron, ugye? Egykoron egy olyan hackem. Amit hogyha ettem, akkor közben nem lassultam. És ez ilyen nagyon szveg jaj, volt. Az jó, az a húzóniba is van. Ja, semmi gyerekek, jó, én meghaltam, én keményen meghaltam. És hol élettem? Aha. Nos, srácok, itt vagyunk újra ebben a világban, csak egy teljesen másik random világban spawnoltam. Parkour, hat, present, nem tudom, nem emlékszek már mi volt. Na, de viszont most nincsen kajám, szóval hogyha lemegy a kajám, az nem lesz kellemes, nem baj. Megcsináljuk úgy a vizét, ezt a pálya részletet, hogy ugye nem halunk meg, illetve nem fog lemenni a kajaszintünk. Mondjuk ezt kétlem, mert már most itt szenvedek vele, mert lusta vagyok arrébb jumpolni két blokkot. Meg kell dolgozni a sikerét, Balázs. Csináljad. Hát igen, barátom, igen. Ja, és visszatérve, amivel a videó elején említettem, hogy lesz majd live a két ünnep között, az is lesz, illetve szilveszteri live is lesz, amit már nem győzök hangsúlyozni, már mondtam kb. Olyan 3 videóba talán. Szóval, szilveszterkor január? December 31-én, illetve január 1-e között lesz egy live,
olyan 5-kor vagy 6-kor fog kezdődni kb. 31-én. Szóval ilyen délutáni, mert ugye éjfélig, vagy olyan fél 2-ig fog kb. Tartani, vagy nem tudom. Igazából attól függ, hogy meddig nézitek, illetve meddig vagyunk aktívak, vagy minden. Pityukám, 3 kajacsikkal pont végigértem. És itt van. Próbálj. Beértem. Végig, kész, parkör, és nyomok egy hilt. Amúgy én nem leszek szilveszteri live-ban. Nem leszel? Mert hol leszel? Én szerintem hagyom már, hogy átmegyünk barátokhoz, és ott szilveszterezünk. Érted? Jó, mondjuk igaz, szóval mi is eddig mindig úgy voltunk, csak ezt a szilveszteri live-olás dolgot bevezettem, és bevezettem azt túlzás, meddig volt egy ilyen live-om, de azért ja. Karály, szilveszterig örülnék, ha 50 ezer feliratkozónak, szóval ha azt meg tudnánk csinálni, srácok, ha azt meg tudnánk csinálni, akkor az brutál lenne. Tavaly, Pityu, emlékszel, hogy olyan november környékén belőttük magunknak a 2000-et, és meglett a 2000 szilveszter környékén. Kávé. Azzal meglett. És akkor most simán be lehet lőni az 50 ezer srácok, és akkor egy év alatt jó, majdnem 50 ezer jött. Azért az kemény gyerekek, kemény nagyon srácok. Utolsó stage jön, az a legutolsó dropper 2, vagy nem tudom melyik, vagy előbb is az, ja nem, előbb a másikon voltam. Na nézzük, hoppá, ajándékok. Szerintem akkor is a... legjobb siker, az a live alatt az 1200 új feliratkozó. Hát igen, most a live-ok azok nagyon megnyomták a csatit, mert volt 2 live, ami emlékezetes. A 12 órás live, amelyikben 1400 feliratkozó jött, illetve a legutóbbi Lucky Blockos live, amiben 3000-en néztétek a streamet. De viszont én végigértem a pályán, Pityukám, ebbe is szar vagy, ezt kijelenthetjük. Nos srácok, én meg szeretném köszönni a figyelmet, hogyha tetszett a videó és szeretnétek még parkour mapos videókat látni Pityúval, vagy csak velem, vagy bárkivel, akkor dobjatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel és osszátok meg. Hogyha erre a videóra meg lenne a 2000 like, akkor nagyon boldog karácsonyom lenne, illetve nektek is boldog karácsonyt és kellemes új évet kívánok, én Balluka voltam, köszönöm a figyelmet, sziasztok! Sziasztok!